A Környezetvédelmi Bizottságban Katona Kálmán, most független, vagy hogy tituláljam, mint független képviselő, még mint a bizottság elnöke, vagy mint csak tagja, tagja egy külön véleményt jelentett be, amiben végeredményben igazat kell neki adni, mert egy csomó olyan paramétert nem mondtak el az atomerőművel kapcsolatban, amit azért illenék tudni. Más oldalról viszont hogy értékeli azt, hogy egyáltalán ahhoz, hogy bármilyen vélemény fele elindulhassunk, ahhoz megint csak kell valamilyen parlamenti engedély. Tehát ebben az esetben hát a róka fogta csuka, vagy hogy áll ez a helyzet? Most erről adna egy magyarázatot. Az a helyzet, hogy egy évvel ezelőtt született egy országgyűlési határozat, amely azt mondta ki, hogy meg kell vizsgálni a környezetvédelmi feltételeket, meg kell nézni a műszaki feltételeket, kell egy társadalmi egyeztetést lefolytatni, és ezután kell visszahozni a parlament elé azoknak a paraméternek ismeretében, amelyet végül is meg akarunk valósítani. Hangsúlyozom egyébként, hogy nem vagyok általában az atomerőmű ellen, hanem tudom, hogy egy atomerőmű megépítése nagyon fontos kommunikációs feladat és nagyon fontos műszaki feladat. Most ez az előterjesztés, ami elünk került, ez egy elvi engedélyt ad arra, hogy elkezdődjön az előkészítése a atomerőmű építésnek, de még azt sem mondja meg, hogy egy vagy két blokkot gondol. Én azt gondolom, hogy egy év alatt egy apparátus vagy egy kormány már kitalálhatta volna, hogy mit szeretne. Azt sem mondja meg, hogy az élettartam hosszabbítás és az új blokk hogy viszonyul egymáshoz. Most akkor lesz élettartam hosszabbítás is, meg új blokk is, vagy új blokkok is. Tehát egy olyan elnagyolt általános határozat került a parlament elé, amely az én ízlésemnek nem megfelelő. Én nem ilyet hoztam volna, ezt elmondtam a bizottságban, csalódnom kellett, mert kivételesen magamra maradtam ezzel az állásponttal. Úgy tűnik, hogy volt a két nagy párt közt egy megegyezés ez ügyben, és így súgy átcsúszott a parlamenten 6 ellenszavazat és 10 tartózkodással, ami azon egy ilyen jelentős kérdésben nagyon súlyos, és még elfelejtettem az előbb mondani, hogy arról se rendelkezik, hogy ez milyen forrásból épüljön meg, vállalkozói vagy államiból, hiszen egész más, azt gondolom, a dologhoz való hozzáállás, ha magántőke oldja meg. Egyébként voltam néhány hónappal ezelőtt együtt bizottsági társaimmal Finnországban, egyértelműen a energiaszolgáltatók közösen finanszírozzák az új atomerőmű építését. Itt még ezt sem mondja ki ez a határozati javaslat. Nem lehet az, hogy ennek a mostani határozati javaslatnak az egy évvel ezelőtti javaslat előtt már meg kellett volna születni, hogy abból a javaslatból valami egyáltalán munka legyen mögötte, vagy pénzforrások? Ha most környezetvédelmi szempontból nézem, hát itt van például a Dunatisza csatornával kapcsolatos, meg a nem is Dunatisza csatorna, mert ezt így nem szabad kimondani, hanem a Dunatisza közének, a hátságnak a vízellátásával kapcsolatos parlamenti határozat 5 éve. Azóta a kormány semmit be nem terjesztett. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a parlament meg a kormány is nem ebben az együttben van csak mondjuk mulasztásos törvénysértésben vagy kötelességszegésben. Hát azt tudom mondani, hogy ezt is mondhattam volna, de ez egy másik sajtótájékoztatón volt, amikor a asszás stratégiát követelem a kormánytól. Minden fél évben egyszer elmondom, hogy Magyarországon a kevés víz okozza a nagyobb problémát, és nem a sok víz. Ez is egy nagyon fontos dolog. Sok OGY határozat van, amit nem hajtottak végre, de most ez volt napirenden. Ez tavaly 2008. április 17-e óta gyakorlatok van, a korábbi határozat nem történt érdemi előrelépés, és most ezt lehetne egy műszaki jellegű elvi engedélynek elnevezni, de én azt hiszem, hogy ez csúsztatás. Tehát itt csúsztatgatjuk a fogalmakat, és eközben elkezdődik az a munka, amit szerintem nagyon széles társadalmi egyeztetéssel kell elvégezni. Meggyőzhető a társadalom egyébként erről ennek a fontosságáról, de pillanatnyilag úgy látom, hogy más utat választotta
parlament, a parlamenti pártok megegyeztek, és átengedték ezt a fészművet, ezt a szerintem káros, ebben a formában káros határozatot. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazok az agályai, mint a környezetvédőknek voltak a gazdasági bizottságban, ahol egyáltalán a jogi procedúrát kifogásolták, hogy egy ilyen jogi procedúrával ezt nem lehet megalapozni, és semmiféle olyan nukleárist azt nem. Nem, ezt, én nem mondtam, hogy ezt nem. Én azt mondom, és ezt tanultam francia atomerőmű építőktől, akik a 90-es évek elején jártak itt, és a bizottság tagjait tájékoztatták a módszereikről, hogy a kommunikáció az nagyobb része a munkának szinte, mint az építés. Folyamatosan meg kell győzni az érintetteket, a társadalmat ennek a veszélytelenségéről, ennek a szükségességéről, ennek a energiaárban való kedvező voltáról, a széndioxid kibocsátással kapcsolatos kedvező voltáról, de úgy tűnik, hogy ezt a fáradtságot se veszi a kormány, és most azt kell mondanom, hogy a parlament se veszi ezt a fáradtságot. Ennek én nem örülök. Én nem ilyen demokráciában gondolkodom, hanem én azt gondolom, hogy minél szélesebb egyeztetéssel kell társadalmi hátszéllel ezt a problémát megoldani.